Hepatitis vagy köznyelven sárgaság járvány dúl Gyergyószentmiklóson és környékén. November óta 33 esetet kezeltek, és folyamatosan jelentkeznek újabb betegek. Még soha nem szembesült ilyen mértékű sárgaság járvánnyal, amióta Gyergyószentmiklósi kórházban dolgozik, mondja a Gyergyószentmiklósi járványkórház főorvosa, dr. Dogár Mária. Eleinte a roma közösség tagjai között terjedt, mostanra azonban már iskolai, óvodai közösségekbe is bekerült a kórokozó. A sárgaságot a hepatitis A vírus okozza, mely rendkívül ellenálló és gyorsan terjed emberről emberre. Kezelése igen hosszas, ezért fontos odafigyelni a megelőzésre. Elsősorban a rendszeres, gyakori kézmosás a fontos a megelőzés szempontjából, mert ez a leggyakoribb fertőző mód. A koszos kezek betegségének is hívják az atípusú hepatitiszt. Emellett a be nem vizsgált vizek vagy fertőzött élelmiszerek fogyasztása is terjesztheti a betegséget. Legtöbbször fertőzött személytől kapható el, aki lehet, hogy nem is mutatja még a betegség jeleit. A Gyergyószentmiklósi járványkórház vezetője hangsúlyozza, amennyiben fennáll a megbetegedés gyanúja, azonnal forduljanak a páciensek a családorvoshoz, aki a járványkórházba utalja a beteget. Kötelező a 21 napos kórházi elkülönítés. Ha óvodákban vagy iskolákban fordul elő sárgaságos megbetegedés, általános fertőtlenítés javasolt, de védőoltásra is szükség lehet. A járványügyi szakorvosok szerint azonban a megelőzés a legfontosabb, hiszen a betegség a lappangási időben fertőz a leginkább.